nem szégyellik magukat. Sápadni a kezemben a lant, egy-egy merészebb hangot ad. Ha a közelgető viharnak megérint hírmondó szele, s dalom, mint elkapott madár, a földről magasba száll vele. A víz csak készülőben van még, és nem szakít le egyebet. Itt ajkamról egy-egy hangos szót, a fákról egy-egy levelet. Hajd majd, ha minden erejével fog dúlni és üvölteni, szívem mélyét forgatja föl, s a fák gyökerestül lépi ki. Jaj! Tisztelettel köszönöm, hogy én is szót kaphatok. A poéták fajtájából való vagyok én is. Az Artisziusban ugye úgy vagyok nyilvántartva, hogy zeneszerző is, szövegíró, tehát most már nem tudják költő, vagy ilyesmi, de főleg inkább zenéket szerzek. 52 éves vagyok, 6 gyerekem van, 2 feleségből. Gratulálok! Tehát én azért mondom, hogy én rokon lélek vagyok Petőfivel, bár nem tartom magam olyan tehetségesnek, de nekem szerencsém volt túlélni, a tovább élni, és ugye többet tudtam megmondani, ezért lett több gyerekem is. Van, és még lehet? Még, most már egy kicsit azért elgondolkozom rajta. 35 éve zenélek, rockzenészként is zenéltem. Az elsők között voltam, akik a folk rock műfajban dolgoztak. 80-as évektől a kimondott döntősök voltunk, 88-ban, azt vette a zenekarral, amikor a romániai, bocsánat, erdélyi forradalom idején. És én 85-től folyamatosan a magyar népzenét, a kaukázusi népzenét, a balkán népzenét kutatom, és párhuzamosan Jézus Mária hívő ember vagyok. Tártos úton járok, nem tartozom semmilyen felekezethez, én az ős magyar keresztény vallásnak vagyok a elkötelezettje, a napkereszt, a négy elemi minőség, lelkes kutatója és tanítója vagyok. Csináltam egy kis internetes televíziót, és 100 adást készítettem az elmúlt 3 évben, és mind a Skitter kölcsön a magyarság felemelkedésének érdekében. Ugye, rengeteg politizálással, rengeteg, amiket most töröltem, leraktam, de nagyon termékeny vagyok. 3 rockoperát írtam, beismert mutatva, 2. Röviden ennyi. Tehát mindenféle dolgokkal foglalkozom, és én Petőfit belülről mutatom. Az első zenésítén sem, ami megjelent, még az MDF-nál, az ős MDF támogatásában 89-ben a Ady Endre, minden oda van, ez volt, ezek fel, minden ilyen dolgomat felraktam a YouTube-ra, meg lehet nézni. 93-ban csináltam egy József Attila, magyaros, a Csodaszarvas című ugye, anyagot, színészekkel, zenészekkel, és akkor a Petőfi lett volna a harmadik. Petőfivel én ugyanúgy vagyok, hogy a kedves kollégák, akik mindenki arra hivatkozott, a sajnos Sanyi külső szól. De időben! Tehát én mentségemre szolgáljam, hogy a szibériai anyagot vágtam már egy hete, ilyen nappal. Az elmúlt 3 napon eközben tudtam meg, hogy Attila is be van írva. És ugye nekem erre gyakorolni kell, mert tegnap este nagyon jó danoltunk együtt, és ez egy más dolog, de ugyanúgy, hogy minden kedves kollégám erre hivatkozott, hogy erre készülni kell. Tehát ezt nem tehetem meg a maestroval, hogy most összekapkodom, és én most leültél a Librán csapásként, én azt hittem, hogy majd holnap. Ne haragudjál, hogy közbe szólnál, bocsánat. Aki, politikus, nem vagy, úgy is. Na, tehát akkor én egy pár dalt szeretnék énekelni, azért mondtam, hogy belülről figyelem, mert körülbelül az a habitusom van, tehát ez a, mint a tűzkatlan, ugye ilyen vagyok én is.
És én próbáltam most, az első dal az egy kicsit meglepőnek fog tűnni esetleg valakinek, ugye ez rockzenei minőségben már meg van alkotva. A gyáva fajta törpe lelkek, ez egy kedvenc versem tőle, ugye így azt lehet, mint spirituális kutató ember, de megdöbbentem, vettem észre, hogy ennek az embernek tudomása volt a négy jelenlegi minőségről. Innentől kezdve már elhiszem Évikének is, amiket megosztott, hogy ugye a János Vitézben a különböző misztériumok. Tehát nagyon-nagyon különleges ember volt, és szeretném még ezt hozzátenni. Tártos ember volt, senki nem mondta ki itt. Nagyon figyeltem, mert mindenkit három kamerával vettem. Én azt gondolom, József Attila is az volt, Adé is valamilyen szinten, de a maestro, Sándor, ő tártos úton, ha nem is tudatosodott benne, de János Vitézből egyértelműen kiderül. Tehát leszálltam. Mélységekben, a rágyzsőgrában ezt úgy mondják, hogy benne be tudott menni az akasába, a világfára, tehát ő tudott közlekedni a világfára. Igen, beavatott. A legutolsó beavatását Szibériában kaptam. Neki ki kellett, neki nem volt internete, nekünk van, mi meg tudjuk nézni, nem tudott kiutazni, nem volt vonat, repülő és a többi. De ő neki ezt meg kellett élni, és ő ezt szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Ez szerintem majd a 10 év múlva, vagy 5 év múlva elkezdhetünk, vagy elkezdhettek még ezzel is foglalkozni, ha már minden stimmel. De a versenyből én érzem az ős minőséget, tehát érzem a tártasi minőséget, azt az ős mester. És éppen ezért egy álmafaj törpe lelkek verset egy kicsit civilia is tudjuk azt szeretném elénekelni.
különbségek vannak Petőfi leléletben, óriási nagy csapongások vannak, ugye? És ezt ő szellemünk módon tudta kordában tartani, nagyon sokan nem tudjuk, és nagyon sokunk ugye ezért nem lesz világsztár, mint ahogy Petőfiből világsztár végül is. A Füstben mente a következő dal, valami teljesen egészen más, és a lehetőzetben, hogy a csakrák és a lelkek a két dal körülbelül, hogy milyen oldal módon sivogatta meg. Thank you.
utolsó dal, vagy Petőfi, Fényes lelkét szeretném megénekelni, az előbb ilyen elsírós vagyok, szerintem ő is ilyen volt, tehát majd jön a lélektel, egyszerűen csordul ki, amikor énekelek, és bár ezért is énekelek, így kevés helyen megyek, mert az érzelmet szoktam temetéseket is vezetni, ott nagyon nehéz. Apámnak is temetését én vezettem, voltak egy 120-an. És ez egy egész nagy harci feladat volt bizony, de csom nélkül sikerült meg. Ugyan 200-as kúzussal, de csom nélkül meg tudtam csinálni. És ez a mostani kis aranyos vers, fél államban, ez a címe, megint egy egyesek szerint már a legősi magyar népdal, a Szivárvány Havasánnak a dalmára szeretném rá énekelni. Szivárvány Havasánt engedjék meg, hogy elénekeljen előtte, és akkor utána jön ez nagyon kedves vers. Megint vallási énekként apostrofálják,
de én, mint ő Isten anya hódolója és tisztelője, én úgy gondolom, hogy nekünk a magyaroknak Petőfistül, Mindenestül vissza kell találnunk az eredeti ős Isten anya és Isten atya kultuszhoz, tehát együtt a kettő. Külön-külön is egy egységben, páros egységben működő Isten minőség, ez is az egész Földre így vonatkozik. Elnézést kérek, ha valakinek már ezt a vallási műzeteivel nem illeszkedik. A Föld lesz szeretni, úgy gondolom. Nagyon vicces, de egy hollywoodi film, az Avatar film, egyedül talán, ami a legjobban erre emlékezteti az emberiséget, pont egy ilyen amerikai film, hogy hogyan is a magyarok, a mi őseink évezredeken keresztül, évtizedeken keresztül, ugye, hogy milyen kapcsolatban voltak a Föld anyával, Gájával, Tarával, Ukkóval, Anahitával, sőt, egyes feljegyzése szerint még az Ószövetség régi zsidó vallásban is volt Ashara néven kapcsolat. Még a zsidóknak is volt kapcsolata az Isten anyával. És nekünk az az egy szerencsék van, hogy ugye tegnap este beszélgettünk vacsora után, nagyon sok okos dolgot hallottam, és hogy nekünk az az egy szerencsénk van, hogy Máriát ugye rajtunk keresztül kanonizálták bele, végül is a római keresztény, a judeó keresztény vallásba, mert a magyarok csak úgy adták át, tudomásom szerint, vagy vették át, ugye Vaj István idejében, hogy ez az egy feltételünk volt, hogy de legyen benne Isten, mert az nekünk kell. És így lett Máriában majdnem isteni rangú személy. Mert nem tudták volna, ezt a népet nem tudták volna máshogy, hogy mondjam, leigázni. És én ezt szeretném, hogyha ezt elnekelnénk együtt, és én ezzel búcsúzom, és itt vagyok holnap estig, és nagyon szívesen rendelkezésre állok. Köszönöm, hogy meghallgattam. Már nem produkció, ez egy régi magyar minusz, és tisztelettel kérem, hogy akkor úgy gondolja, álcsakáljunk fel rá. Thank you.
mit teszek akkor a világnak sarkai. Földindulástól mennydörgésül nőből meg fognak ingani. Ha összevesz, mint négy vadállat, és pusztít, mint a négyelem. S én vérbe mártok landomat, majd véres kezekkel mengetem.